Megkezdjük a valamustrát, amit a tájékoztatóban közölt a Zoltán. Légy szíves, itt a felsorokoztatott madarak, ezek milyen versenygalambok lesznek 2018-ban, vagy tenyészgalambok? Mik ezek? Ezek a galambok, hát ezek hímgalambok elsősorban, és ezek a tenyészgalamboknak kinevezett postagalambok, amik az anker hagyatékot hordozzák magukba, ami azt jelenti, hogy 90%-ig mindegyiknek van köze a néhai alfont galambjaihoz. Tehát az anker törzset kívánod reprezentálni ezekkel a galambokkal, amik 2018-ban tenyészként lesznek nálad beállítva. Igen. Légy kedves, mutasd be egyenként, hogy milyen származású azon belül. Hát mondjuk ott az alsó sor elsővel, azzal igen. 40-es, sötét hím. Mennyire lehet a fényképen, mennyire látszik ez? Fényképen? Hát, igen. Hát, hogyha ráfokuszál, akkor rendesen. Ő a Gladiátornak a fia. Egy kis türelem. Tehát az a sötét kovácsolt hím. Igen. A Gladiátornak. Igen. Fia, és az anyukája pedig a 27-4-55-ös kék kovácsolt tojó, aminek az édesanyja az a Huncutka nevű galamb. Tehát anyai oldalról Huncutka unoka, apai oldalról ő a Gladiátor, az ő fia, ő pedig a Terminátornak a fia. Tehát nagyapa Terminátor, nagyanya Huncutka. Azért emelem ki ezt a két galambot, mert ezek, amit lehetett rövid, közép és hosszú távon, szinte majdnem minden kategóriában kerületi élgalambok voltak, és a gyerekeik unokák is. Tehát ő képviseli azt a 888-as Schönekmann Dickeswarte, Hachtje, hát ami nálam megfordult anker galamb. És aztán itt látok egy kék kovácsot és egy kék kovácsot tarka. Ő pedig madarat. A királynőnek az unokája apai oldalról, az anyja pedig úgy született, hogy a bajnok hímemet, ami Szöcske királynőből volt, annak egy lányát párba tettem a Jampi királynő fiával. Igen, hangosabban, hogyha lehetne. Tehát a tarka hím, az háromszor van benne, egyszer nagymama, és kétszer Dév nagymama a királynő vonala. Igen. Picit. És akkor most fölötte lévő egy kék, két darab kék. Igen. Ő pedig a 10-4-55-ösnek a fia. A 10-4-55-ös a született a Fánikából, és az Egyetemtől behozott 88-as a rokon tenyésztett hímből. Tehát, hogy a Deszmet-Matisz vérvonalig a 888-as, ami Eierkamptól került az Alfi bácsihoz, a 888-as vonalat képviseli. És? Erre azt lehet mondani, hogy... Igen. Igen, és akkor ott mellette három darab kék hím. Ez a kék hím, ez egyszer az 51-74-esnek anyáról unokája, és a Pidever tojónak is unokája. Az apukája ebben a 10-4-40-es, annak a fészek testvére 2002-ben Mladé Boleszlából 460 km-ről a B2 kerületbe került első díjat nyert 3000 galambból, az pedig az apja. Tehát az 51-74-esnek egy unokája, párva az 51-74-esnek egy lányával, és benne vannak az Eierkamp féle 05-ös James Bond, Janssen, tehát hájózat. Tehát szintén ő pedig a visszatenyésztett, ő a Terminátornak közvetlen fia. Igen. Úgyhogy az unokájával volt párban, és ennek az édes testvérét Belgiumban, ha minden igaz, meg megtalálhatnánk, Roger Deszmet-Matisz, emlékszel a kiállításra. Igen. Ennek a testvérét. Határozottan. Édes testvérét. És az a másik kettő? Ez a kék hím, apáról testvérek, Terminátor unokaöcs. Igen. És ő nyerte a 2008-ban Royal Derby 700 km-ről a tiszta első díjat. Akkor kezdjük itt most a vörös. Ez a kék hím. Igen. Ez a szamuráj névre hallgat. Ő pedig a királynőnek egy dédunokája, úgy, hogy egy Pidevert hímmel volt párban a királynőnek egy lánya, és a másik, mert volt nálam egy Pidevert hím, egy kék hím, egy szintén Ardán, a régi vonalból, és a
a Pitje nevezetű galambom, ami szintén a Kovács Misi hozta be, az a Dodekruknak volt az, tehát ő a szamuráj névre hallgat. Erősen ardenvérű, tehát Pidevert Arden és a királynő van benne. Ez a Pilis-Vörös-Vári Kovács? Igen, amit már említettük a valamelyik trikóban. Igen. Na most itt van egy Vörös Kovács. Nem megyünk sorba alulról? Hát azzal kezdtük, nem? De itt még nem mentünk ide. Dehogy nem. Hát dehogy nem. Ja, mentünk. Ezzel kapcsolatban. Hát őróla még nem volna, nem esett szó. De, nem mondtad. Na most ott a Vörös Kovács volt hím. Vörös Kovács. A Janikáról nem beszéltél, hogy őről a királynőnek a... Igen, de őróla még nem beszéltünk. A Vörös Kovács volt. Igen. Az? Hát az egy 100%-os Meixner Jansen vérvonal. Csak Jansen vérvonal található a felmenőibe. Hát dédszülői szinten körülbelül 8 darab, mert a dédszülői 8 árendonki Jansen. Kezdődik a nyitali 353-asnál, Zemplimi 224-es szállítójó, párba egy holland klakvérű tojóval, ami szintén a Merxnek egy ebből egy hím párba, a Rokinak egy, szintén a Kovács Misi hozta be, igen. Ez a Hollandia középtávú vagy rövidtávú első ázgalambja volt. Tehát ő benne csak Jansen vér dominál. És a mellette lévő sötét Kovács volt csapos. É, arról is rátérünk, de annyit hozzá kell tenni, hogy az apukáját úgy hívtam, hogy Tibike. Gozmis Tibinek volt a Bikának az édesapja, ami a 401 és 921-es árendonki, illetve árendonki 401-es Jansenból és a Bruin tojóból volt, és az ő apai féltestvére Budapest legjobb galambja volt valamikora. És a sötét Kovács volt csapos? Hát ő meg erősen plastron, királynő, az Orbának egy unokája, bajnok, Szöcske, királynő, párba Pityével, ebből van a Zorba, az párba a Fehérfarkúval, Pörite, tehát ez abszolút Meixner Anker hagyaték, úgy, hogy a Pidever tojó van benne. És a kék? Kék. Csapos? Csapos. Ő a szamurájnak a gyereke, ő a szamuráj, erről már beszéltünk, az anyukája meg a Terminátor fiának, a 13258-asnak a lánya, tehát Plastron, Deszmetmatis, Anker hagyaték, maradjunk enni, Meixner módra tovább tenyésztve. Ott szintén mellette van egy kék, kék csapos, ami éppen apáról, most turbékol. Apáról testvérek a tarkával, mert ugyanaz a Petrocelli Plaston 97-nek nevezte el a Marketán Kacsi sportbarátom, aki sajnos már nincs köztünk, és én visszatenyésztettem a királynőre. Tehát ebben benne van a Filiszter, Miniszter, Jenke, Teplici és többször királynő. És a turbékoló kék Kovács. Hát ő meg a Bika névre hallgat, az ő apukája az már nincs meg, annak a Vörösnek édes testvére. Ez a hím? Apuka. Igen. Avval testvére. Tehát annak ő unokaöccse. Értem. Az anyukája pedig egy Hormáth Zoltán által tenyésztett, fanlónos, grótendorszos, és egy picit nem lesz Van den Pol, ami nála a legjobb galambokat adta, és benne van a Heiningernek a, nem tudom a számát pontosan, Szappanostól származó Anker hagyaték galambja. Tehát ő erősen Jansen vérű, de nálam a Bika névre hall. Tehát így gyakorlatilag 15 darab tenyészhímet látom. Ők még kimaradtak. Nem maradtak ki, azok, amit elmondtad, az, ezekkel nem kezdtük. Nem mondtam, erről mondta el, csak hogy erről még nem mondtam semmit. Igen. Ő annak a Vörös Tarka hímnek, ami kint van még, a belga hímnek a Vörös Tarka fia, az apukája, ami igen, originál Deszmetmatis, és a juhász testvéreknek, mikor hozzájuk jött a 67-401-es kék tarka tojó, ami rokon tenyésztett, pontosan beltenyésztett a 888-asra, ezekkel rokon egyébként, az az anyukája. Tehát papírforma szerint erősen Deszmetmatis vérű. És a mellette lévő? Ő már volt, ő a Gladiátor, igen, Terminátornak a fia, és a 65-373-as tojó, lükrésze rokon tenyésztve, ami nyert Asafenburgból a pénzdíjat nekem 2008-ban. Tehát gyakorlatilag... És ő meg a Janika, ami 2011-ben a Pannon Marathon legjobb egyéves galambja. Tehát gyakorlatilag ez a 15 darab hím lesz beállítva tenyészve. Ő rájuk fókuszálok, mert a tervem a következő, hogy amik ott vannak tartalékban 2-3 évesek, meg már van 4 éves is, amik itt a 5 év alatt megszülettek, azokat fogom beállítani
őket le fogom cserélni. És milyen származású tojókkal lesznek ezek párban? Hát, hozzak ide ki tojókat is. Hát nem feltétlenül fontos, csak hát mondd el. Hát a bikának hozom, a vörös hímnek a fészek testvére, az a százas nevű tojóm, ő volt a egyik legjobb szállókalomban. Igen. A bikának az lesz, hát hozzunk egy párt, hogy melyik más. Közben meg lehet nézegetni a galambokat, tehát kivehetem a kedvedről, ha már betehettem. Jó, akkor. Na most akkor gyakorlatilag kézbe veszik a galambokat, megnézegetik, véleményt mondanak. Légy szíves. Kezdjük mondjuk ezzel a kubival, ezzel a fiatal. Fiatalabb országgal. Ez egy 2012-es madár. Igazából amikor az Zoli beszél az Anker hagyatékról, akkor sokak valószínű, hogy nem tudják, és én sem tőlem tudom, hogy hogyan kapcsolódik az Ankerhez. De menjünk ki, hogy a világosba, jó? Hogy megfordítom a kamerát, mert itt eléggé fél homály van, igen. Ugye mondja, hogy Terminátornak a fia a Gladiátor, a Gladiátornak az apja az a Petrocellinek az unokája, a Petrocelli az pedig a Szili Péter által tenyésztett Teplicinek a gyereke, a Teplici az pedig a Jenkének és a Pítnek a gyerkőce. Kiváló szám adottságokkal bíró madárról van szó. Most el kell mondani, hogy gyakorlatilag akinek a kezében van ez a madár, ez egyébként országos bírói bírálóvizsgával is. Nem. Bírálóvizsgával bírok, de csak kerületi bírálóként tevékenykedem. Tehát akkor gyakorlatilag mint szakemberként minősítem, hanem úgy nézem a galambot, mint ahogy a posta galambot, tehát nem standard szempontból, igen, hanem mint ahogy nekem tetszik a galamb. Nagyon szilárd a csontozata, nagyon jó a csontozata a madárnak. Izomzata? Az izomzata is kiváló, nem tudok rá rosszat mondani. És közben... Sokan bírálják az Zoltánt, hogy ezek a madarak és amit ő szeretne, ez már csak a múlté. De hát azért ezt tudjuk minnyájan, akik galambtenyésztéssel foglalkozunk, hogy ez nem így van. Lehet egy madárnak kiváló származási lapja, és a származási lapon nagyon sok mindent feltüntethetnek, hogyha az a galamb nem ér semmit. És ez természetesen igaz fordítva is. Ha Duca Lajost veszem alapul, akihez 15 évente berepül egy madár, és ő arra tenyész, most már nagyon régóta ugye topon van, és nagyon eredményesen reptet a Budapest egy kerületbe, pedig a berepült madarak nem hordják szárnyuk alatt a származási lapjukat, vagy a származásukat. Egyszerűen fantáziát lát benne, megtartja, és természetesen ő utána azt megkeresi, hogy kié volt a galamb, tehát felveszi a kapcsolatot a tulajdonossal, és megtudakolja, hogy az kié volt. Meg van hozzá affinitása is, érzéket tudnék a tenyésztésre. Annyi galambász idő után már lehet hozzá affinitása. Most megnézzük az apukáját. Most egy kék kovácsolt. Most nincs itt a Zoli, mondom, hogy sokszor temetik a Zolit, pedig nem szabadna. Sem a tudását, sem a galambjait. A galamb természetesen próba nélkül csak posta galamb, de a másik galambot is ugyanúgy ki kell próbálni. Akármilyen jó származású, jó vérvonalú galambot veszünk, az, hogyha nincs kipróbálva és nincs leszelektálva, akkor az nem ér semmit. Ugyanannyi jó galambot ad ez is, meg ugyanannyi jó galambot ad az is. Csak az a különbség, hogy ennek a származását vissza lehet vezetni mondjuk az Anker Dúcig. Tehát több évtizedre. Ennek is kiváló a szárny alakulata. Ugyanúgy a felkar, az alkar nagyon, nagyon jól izmolt. Kiváló a csontozata. Erős a szervezete, ezt lehet látni a galamb egészségi állapotán egyébként.
a galamb tollazatának színezésén nem azra gondolok, hogy sötét kovácsolt, hanem az, hogy a sötét, a sötétben nem egy fakult, világos színről van szó. Gyönyörű szemű van. Független ettől én azt mondom, hogy a galamba szemével hogy csak lásson. Lássa az utat hazafele, találja meg. Ennek ellenére sokan szemteóriákat felállítva próbálkoznak kiválogatni madarakat. Hogyha ez ilyen egyszerű lenne, akkor nagyon-nagyon jó lenne. Ez még talán jobb, mint a fia. Igen. Ez nagyon, tényleg jó. Azt a két kovácsolt tarkát, ami ott a legvégén van. Az öreget? Igen. Na gyere öreg, gyere. Téged hányszor foghattak már meg az életed során. Hát ő 2006-os, tehát 12 éves. 12 életéve ellenére azt mondom, hogy nagyon jó állapotban van. Nincs lesoványodva, az izomzat egész jól megmaradt, tehát nem szikárosodott, nem szikkadt össze. Nagyon jó a tollazata, nagyon nyugodt a madár, nagyon intelligensen figyeli azt, hogy mi történik vele. Nem egy idegbeteg jószág, érdeklődően, okosan néz. Nagyon szűk torka van, nagyon keskeny szűk torka van, nagyon szép a nyelve, nincs lefeketedő. De gyakorlatilag abszolút egészséges, igen. Megnézzük a kedvencet. Előkerült a vörös kovácsolt. Most még nincs itt a Zoli, azért merem mondani, hogyha valaki esetleg azzal vádolna, hogy itt valami reklám történik, az nagyon mellé fog. Egyszerűen csak megnézzük a madarakat. Kifogástalan állapotban vannak. Ha valaki elolvassa mondjuk a Újházinak a könyvét, ott beszél a Fulgoninak a állományáról, hogy az első és a másodrendű tollak közötti lépcső hogyan alakul, és hogy ő ezt mennyire referálja a galambjainál. Tehát összbenyomását tekintve, csontozatot, izomzatot. Mindenféle szempontból, igen. Érdekes, hogy ő neki a Janzensége ellenére egy más szemtípussal bír, mint amit a Janzen galamboknál az ember megszokhat, viszont a fej alakulata az teljesen tipikus. Ezt etetném szívesen. A picit beleszólhatok, az édesapja volt ilyen sárgás barna szemű, és amit a Peller József a 325-ös szállítójót hozott, a 019-es unokáját, az volt még ilyen sárgás barna szemű. És ha visszamegyünk a történelem, és Anker Alfonz írásait elolvassuk, hogy három csoportra osztott a Janzen galambokat. A legcsúnyább, hosszú csőrű, sárga szemű galambokat tartotta ő a legjobbaknak. Na most a Zoltán hozott már tojókat is, éppen a kezében van egy vörös kovácsolt tojó. Ez csak azért ott, hogy a nyálam csirogjon. Ez milyen származású? Ez is Janzen? Hát, olyan nevezük fél Janzen. Ebben épp akartam mondani, ebben van Deszmet Matisz. Hát a nagyapja az. Ez egy Horváth Zoltán által tenyésztett kékkovácsolt hím, amit az elhíresült, Matyi néven elhíresült, azt hiszem a Huszt és Anyikájék hozták valamikor be. Matyira hallgatott, vagy a Bíró Imrétől került oda, most pontosan. Szolnoki? Szolnoki? Igen. Tehát Szolnok környékén. Igen, igen. Még a Imre bácsi vagy Imrével én még jó kapcsolatot ápoltam, és a 80-as években, amikor ezeket a galambokat hoztak, amikor hoztam a Deszmet Matiszt, a Ferszárt, sok jó galambot hozott egyébként, még ezeket. Én úgy emlékszem, ha nem csal a memóriám, hogy neki Göszensz származású madara is volt. Igen.
Ez a galamb, ez repült nálam Áporkán, kitűnően helytán, most jött haza a juhász testvéreknél volt kölcsön. És 2010-es a madár? Tehát igen. A gyűrűjének megfelelően? Igen, igen, igen. A Pannon maraton minden hosszú útján részt vett 2012-ben. És ezt egyeztésbe leszállítva? Hát most hagyok már belőle fiatal. És mivel tervezett Melik Himmel? Itt tulajdonképpen a párok nagyjából el vannak döntve, mert konkrétan nem tudok mit mondani, de elképzelhető, hogy az alatta levő vörös hímmel lesz párba. Igen. Elképzelhető, hogy így lesznek párba. De a többi tojó, amit hoztam, az kimondottam úgy hozva, hogy meg tudom mutatni, hogy kivel lesz párba. Akkor kezdjük. Vedd ki, légy szíves. Galambmustra folytatódik a tojók bemutatásával. Ez egy a fiatal galamb. Csaba vett éppen kézbe a madarat. Ez egy 2016-os madár. De az a kategória, ami itt maradt. Igen. És az ő testvérét a holland tavaly előtt az országos kiállításon szerettem volna megvásárolni, de nem volt eladó Robert. Ő a gladiátornak a lánya. Tehát ő és ő féltestvérek vagy testvérek? Apáról féltestvérek. Apáról féltestvérek. Ő neki az anyukáját is meg tudom itt mutatni. Igen. Tehát ennek a tojónak még az anyukája is megvan. Igen, anyukája, apukája is. Igen. Ez egy fiatal. Úgy ítéltem meg, hogy ő belefér a keretbe. Származásilag, ha visszamegyünk nagyszülő, dédszülői szinten, ezek mind a legkiválóbb galambjaimnak a leszármazottai. Ha mondjuk, ha ide teszed a bika és a balta mellé, mert így volt a pár, maradhatnak. És ez a tojó éppen a Csaba kezéből visszakerül ahhoz a hímhez, amivel ők gyakorlatilag párba voltak. Ebből a párból vittem le, vissza Füredre Bajusz Misi kis barátomnak, azt a kis tarka galambot. Igen. Mert az a héja kicsit megnyeste. Igen. Ez már egy idősebb madár. 2012-ben a legjobb a repülő galambom volt. Volt, hogy hát akár a zónán belül, tehát melyen a békécsabaiakkal, tehát a Pannon maratonban verseny, nagyon-nagyon előkelő helyen szerepelt volna, ha lett volna lista. Bízunk benne, hogy ennek még lehet majd tojása. Az ő apuk